Köszöntöm a nézőket, nézzük, mi mindenről lesz szó a mai nap szemlében. Nem végzi jól a munkáját a diszkrimináció ellenes tanács, az ügyészségen tett panaszt a tagjai ellen Árus Zsolt. Fatelepet létesít az önkormányzat, felmérték az igényeket és elfogadták a szabályzatot is. Ünnepre készül Gyergyószárhegy, 3 napon át változatos programok várják az érdeklődőket a falunapokon. Hivatali visszaélés miatt panaszolta be Árus Zsolt a diszkrimináció ellenes tanács tagjait. Több mint egy éve jelentett be diszkriminációt, máig sem kapott értesítést arról, hogy milyen döntés született az ügyben. Az ügy érdekessége, hogy a bepanaszolt személy azonban tud a döntésről. Tavaly április elején tett panaszt a diszkrimináció ellenes tanácsnál Árus Zsolt Dante Nasse ellen, aki a blogján meg a Facebook oldalán folyamatosan uszít a magyarok ellen. A panasz ok kivizsgálására 90 napja van a tanácsnak. Ennek ellenére máig sem kapott értesítést Árus a döntésről, a legfelsőbb ügyészségen tett panaszt. A történet egészen pontosan több mint egy éve, lassan másfél ezelőtt kezdődött. Panaszt tettem a tanácsnál Dante Nasse ellen, és annak ellenére a törvényes határidő 90 nap, ez alatt meg kellett oldják a panaszomat, több mint fél év után se oldották meg, ezért írásba érdeklődtem náluk, és 9 egymást követő levelemre egyszerűen semmit nem válaszoltak, miközben eltelt további 7 hónap, 8 hónap lassan. Tehát egyértelmű az, hogy a tanács nem teljesíti, a tanács tagja nem teljesíti a törvényben előírt kötelességüket, ami miatt engem személyesen kár ért, az én jogaim sérültek. Erre volt tekintettel múlt hónap közepén írtam egy utolsó levet nekik, amiben felszólítottam őket, hogy hónap végéig oldják meg a panaszomat, és közöljék ki határozatot, ellenkező esetben panasz fogok tenni ellenük hivatali visszaélés miatt. Megvallom, hogy a célom nem az volt, hogy panaszt tegyek ellenük, hanem úgy gondoltam, hogy erre legalább föl fognak ébredni, és a hátrájövő 2 hétben ezt a munkát, ezt a hatalmas munkát elvégzik. Ellenben azzal kell szemessek, hogy nem tettek semmit, sőt, amikor a hónap végén a másikben Bukarestben jártam, és bementem hozzájuk és megérdeklődni, milyen helyzet, akkor azt mondták, hogy hát, aki ezzel az ügyel foglalkozik, az most éppen szabadságon van. Tehát magasról tesznek arra, hogy nekik van egy törvényes kötelességük, és még attól sem ijednek meg, hogy egy ilyen fenyegetés érkezik, holott a tényállás az teljesen nyilvánvaló, az, amit ők tesznek, az kimeríti a hivatali visszaélésnek a tényállását, tehát normális körülmények között ezeket az embereket sorra mind be kéne zárják a börtönbe. Az ügy érdekessége, hogy Tanász már hónapokkal ezelőtt nyilvánosan közzétette felháborodását, amiért a diszkrimináció ellenes tanács megbüntette őt. Árus úgy véli, nem hivatalosan értesítették őt sem. Valaki a tanácsnál sugott a bepanaszoltnak. Amitől még különösen érdekes a történet az, hogy ugyan a kérésemet nem oldották meg, velem mindmáig semmit nem közöltek, ezelőtt 5 hónappal tudomásom jutott, és azáltal egy Facebook bejegyzést közzétett a bepanaszolt személy, hogy ugyan megoldották a panaszomat, és egy őt elítélő döntést hoztak, ellenben ezt csak vele közölték, nyilván nem hivatalos úton, megsúgta neki valaki, amiből az következik, hogy a tanácsnál olyan emberek dolgoznak, akik a rossz oldallal tartanak, akik azt pártolják, aki a törvényt megsérti, miközben a tanács maga, mint olyan, nem teljesíti a saját törvényes kötelességeit. Tehát ez is arra utal, hogy komoly gondok vannak a diszkrimináció ellenes tanácsnál, nem lehet az, hogy a munkájukat nem végzik, miközben a másik oldalt azokat segítik, akik a törvényt sértik. Árus hangsúlyozta, a diszkrimináció ellenes tanács csigatempója az egész erdélyi magyar közösséget hátrányos helyzetbe hozza, hiszen nem szab gátot Tanász ténykedésének. 4 tusnádfürdői anyamedve és 9 bocs áttelepítéséhez, valamint 2 hímmedve kilövéséhez járult hozzá a román környezetvédelmi minisztérium. A sajtóosztály közölte, hogy augusztus folyamán medvékre vonatkozóan 11 kérést regisztráltak Hargita megyéből, valamennyi tusnádfürdőről érkezett szerdán. A helyi Szent Anna Vadásztársaság és a helyi hatóságok 6 hímmedve, valamint 5 anyamedve és 11 bocs kilövését vagy áthelyezését kérték. A minisztérium 4 anyamedve és 9 bocs áthelyezését, valamint 2 hím kilövését hagyta jóvá.
2019-től csökkenni fog a baloldali közlekedésre szánt, azaz jobb kormányos gépjárművek importja Romániában. Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépését követően ugyanis a szállítási minisztérium betiltja az ilyen gépjárművek importját a Szigetországból. Romániában jelenleg mintegy 53 ezer ilyen gépjárművet tartanak számon, ezek 90%-a Nagy-Britanniából származik. Ez az internetre feltöltött videó nem csak arról tanúskodik, hogy a sofőr vezetés közben telefonozik, hanem láthatjuk, hogy milyen kihívás a jobbkormányos autót vezetni. Kien János szakoktató több mint 30 éves gépjárművezetői tapasztalattal rendelkezik. Szerinte a jobbkormányos autók veszélyeztetik a forgalmat. Nem azt mondom, hogy nem lehet velük közlekedni. Lehet velük közlekedni, de nem húzamosan. Tehát, hogyha valaki eljön Angliából ide, az közlekedhet, és biztos, hogy közlekedik is. De viszont, aki húzamosan itt tartózkodik, én nem ajánlanám. A Maros megyei gépjármű bejegyzési hivatalnál ott jártunkkor egyetlen jobb kormányos autó sem volt. Máriusz Csergezán igazgató szerint már érezhető a törvénytervezet hatása. Amíg januárban még 30 a baloldali közlekedésre szánt gépjárművet irattak be a Maros megyei hivatalnál, addig júliusban már csak 16-ot. Tehát egy megközelítőleg 50%-os csökkenésről beszélhetünk. A 2015-ben beiratott jobbkormányos autók száma országos szinten nem érte el az 5000-et, 2016-ban is mindössze 6219 volt. A környezetvédelmi adó 2017-es eltörlését követően viszont meg négyszereződött, 25387 ilyen járművet irattak be. 2018 júliusára már a 16 ezret is meghaladta. Beslések szerint 2018 végére nem fogja elérni a 30 ezret, ugyanis a potenciális vevők attól tartanak, hogy az ilyen típusú gépjárművekre többe fog kerülni a biztosítás. A méhészek állítása szerint támogatásra van szükségük a fennmaradáshoz, a méhészek szerint a heves esőzések lemosták a virágokat, a méheknek nem maradt, amit begyűjteniük, így vegyes mézből például az eredetileg becsült mennyiség alig 20%-át teszi ki a termés, emellett sok méh elpusztult. Hargita megye északi részén valamivel jobb a helyzet, de ott is az átlagosnál 50%-kal kisebb a méztermés idén. Tűzifát kínálna eladásra a Gyergyószentmiklósi önkormányzat, hogy a falupást visszaszorítsa, s segítséget nyújtson a lakóknak, hogy civilizált körülmények között szerezhessék be a téli tüzelőt. Felmérték a lakosság igényei tetéren, s a jogosultságra vonatkozó szabályzatot is elfogadták. Az erdészeti törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok fatelepeken kínáljanak eladásra fát a lakosoknak. A Gyergyószentmiklósi önkormányzat is fatelep létrehozásával segíteni a városlakókat, hiszen sok családnak okoz nehézséget a téli tüzelő beszerzése. Az önkormányzat felmérte az igényeket, s kiderült 8000 köbméter tűzifát vásárolnának meg a lakók. Legutóbbi ülésén a tanács elfogadta a szabályzatot, valamint a pontozási rendszert, ami alapján jogosultak lesznek az igénylők. Előnyt élveznek például az egyedül élő idősek, kisnyugdíjasok, sérült szemét gondozók. Akik már az igénylés felméréskor leadták kérésüket, hamarosan igazoló aktákat kell még eljuttassanak a polgármesteri hivatalba. A pontrendszer alapján összeállítják a jogosultak névsorát, akiknek 5 nap áll majd a rendelkezésére, hogy kifizessék a fát, s újabb 5 nap, hogy elszállítsák azt. Egy család évente legtöbb 5 köbméter fenyőfát vásárolhat. A pontos árat nem lehet még tudni, de a polgármester korábban azt mondta, megfizethető lesz, hiszen nem a nyereségszerzés a cél, hanem a lakók segítése. Egyelőre a város erdeiből 470 köbméter fát termelnek ki, ebből fognak tűzifát árusítani, s tervezik, hogy a későbbiekben a további kitermelésekből származó tűzifát is eladják. A fatelep pontos helyét még nem közölte a városvezetés. A gazdáknak el kell égetniük terméseiket azokon a területeken, ahol afrikai sertéspest is gócok jelentek meg, és a fertőzött állatok bemehettek a mezőgazdasági területekre. Az intézkedés Petre Dájá mezőgazdasági miniszter által is aláírt rendeletben áll. Korábban a szaktárca vezető úgy nyilatkozott, a gócok felszámolása, valamint a farmok fertőtlenítése után újra telepítik a sertés állományt.
Az afrikai sertéspestis vírus jelenleg 8 megyében, csaknem 100 településen van jelen. A gócpontok száma megközelíti a 600-at. A vírus továbbterjedésének megfékezése érdekében eddig több mint 78 ezer fertőzött állatot semmisítettek meg. Többször szóba került a Védelmi Minisztérium keretén belüli beszélgetéseken a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása. Mihály Viorel Fifor védelmi miniszter szerint azonban egyelőre nem terveznek ilyesmit. Időnként felvetődik a közbeszédben a sorkatonai szolgálat visszaállításának szükségessége. Többnyire másodvonalas katonai vezetők tartanák ezt szükségesnek, egyrészt a növekvő nemzetközi feszültségek miatt, másrészt némi nosztalgiával, a sorkatonaság nevelő, fegyelmező hatását hiányolják a fiatal generációból. Mihály Viorel Fifor védelmi miniszter a mandátuma első 6 hónapját kiértékelő sajtótájékoztatón újságírói kérdése válaszolva beszélt erről a témáról. A sorkatonai szolgálatot Romániában csak felfüggesztették, nem szüntették meg. Nyilvánvaló, hogy az erről szóló vita időnként megjelenik a közbeszédben. Van néhány ország, ahol továbbra is van kötelező sorkatonai szolgálat, máshol újra bevezették, mint például Svédországban. Mi is többször beszéltünk erről, létezik-e pragmatikus elemzés, de egyelőre a kormány szintjén nem kezdeményeztünk hasonlót. Fifor ugyanakkor hozzátette, nem hiszi, hogy a belátható jövőben sor kerülhet ilyen intézkedésre. Inkább alternatív megoldásokat keresnek, mint amilyent az önkéntes tartalékos törvénye biztosít. Japán sztrájkot hirdetnek a börtönőrök tiltakozásul a hatóságok érdektelensége miatt. Tudorel Toader igazságügyi miniszter menesztését kérik, akit a szervezet felelősnek tart a kialakult helyzetért. Továbbá jobb munkakörülményeket szeretnének, és az összes túlóra kifizetését visszamenőleg is. A közlemény szerint a szaktárca vezető mindezeket már megígérte egy éve, de még semmi sem történt. Amennyiben a hatóságok nem veszik figyelembe követeléseiket, tüntetéseket szerveznek. 21. alkalommal szervezik meg a Szárhegyi Napokat a hétvégén. 3 napon át változatos program várja a község lakóit, valamint az ideérkező vendégeket is. Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva szervezik meg idén is a falunapokat Szárhegyen. Ezúttal is színes programmal várják az érdeklődőket. Pénteken a Szárhegyi Családnevek labdarúgó bajnokságával kezdődik a program, majd este Nihil koncert lesz. A színpadot egyébként a vásártéren állították fel, a rendezvények többségét ott tartják. Szombaton délelőtt elsősorban a gyerekeket szólítják meg a szervezők, lesz arcfestés, a kultúrházban bábszínházra is sor kerül, délben pedig kézműves tevékenységek lesznek. Délután 3:30-tól a sportcsarnokban nyitják meg a Gyergyói Fotóklub kiállítását, 17 órától a Cikateremat helyett a művésztelep kiállítás megnyitójának, majd lesz táncelőadás a szabadtéri színpadon, megnyitó beszédét Dangui Ervin polgármester 21 órától mondja el. Azt követően No Sugar koncert kezdődik a vásártéri színpadon. A vasárnap sporttal indul, a sportcsarnokban sakkverseny lesz, a Güdüci motorpályán pedig hard enduro élménynap kezdődik 9 órától. Délben a zenészek főzőversenyét tartják, és egész délután népzenészek szórakoztatják a közönséget. Este ismét koncertre várják az érdeklődőket, a magyarországi Ladány Bene 27 együttes lép fel. A programsorozatot Tábor Tűz zárja. Nézzük röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. Nem végzi jól a munkáját a diszkrimináció ellenes tanács, az ügyészségen tett panaszt a tagjai ellen Árus Zsolt. Fatelepet létesít az önkormányzat, felmérték az igényeket és elfogadták a szabályzatot is. Ünnepre készül Gyergyószárhegy, 3 napon át változatos programok várják az érdeklődőket a falunapokon. Eddig a hírek, maradjanak velünk, hiszen perceken belül kezdődik az Első kézből című műsorunk.
Zsigmond Attila Nagy Zoltán polgármesterrel beszélget aktuális problémákról. Élőben jelentkeznek, várják a nézőink kérdéseit is. Jó tévézést, viszontlátásra!